Akkor megkezdenénk a mai webinárunkat. Tisztelettel köszöntöm Önöket a Syngenta Kft. Nevében, akivel még nem találkoztam, Máté Endrének hívnak, a cég regionális fejlesztési vezetője vagyok növényvédelem terén. Nagyon köszönjük, hogy elfogadták a mai meghívásunkat. Bevezető előadásomban három rövid témát szeretnék érinteni, az innovációt, a fenntarthatóságot, és milyen változások vannak a Syngentánál. A vírushelyzetre jelen pillanatban nem szeretnék kitérni, mert tudjuk, hogy a mezőgazdasági termelés nem állhat meg. Az innováció. A Syngentánál vezető agrárvállalatként egy nagyon fontos terület, és nem csak a termékfejlesztésre gondolunk, hanem technológiai fejlesztésre itt. A cég nagy hangsúlyt fektetett idén, például bővítettük fejlesztési csapatunkat, hogy a megváltozott klímához minél jobb, minél több adaptációs kísérleteket tudjunk végezni. Ezen kívül például a sávos gyomírtási technológiában mérföldkőnek számít, hogy a Gardoprim Plus Gold napraforgóban most már elérhető, preemergens kijuttatással, a jövőben folytatjuk ezen vizsgálatokat, és a posztemergens gyomírtási szegmensben is jövünk majd Önök számára ajánlatokkal. Több kollégánál kérdésként merült fel a drónos permetezés. Jelen pillanatban a Syngenta csapata dolgozunk azon, hogy ezzel kapcsolatban is ajánlatot tudjunk Önöknek adni. Két évvel ezelőtt a cég egy másik cég felvásárlásával biztosította azt, hogy hozzáférünk olyan műholdas képekhez, elemzésekhez, amivel meg tudjuk azt nézni, hogy a növények hogyan reagálnak különböző kezelésekre. A Syngenta 2 milliárd dollárt fektetett be a fenntartható mezőgazdaságért az elkövetkező 5 évben. Ennek nyilván egyik része az a termékbevezetés, viszont célul tűztük azt, hogy kicsit fel kell gyorsítani az innovációt. Örömmel jelenthetem, hogy 2021-ben növényvédelemben három új termékkel fogunk megjelenni. Az Elatus Era méltó párja lesz az Amistar Prime, ez a kalászos lombetegségek ellen fog megoldást jelenteni. A Forceo-ra nyilván most nem térnék ki, mert a kollégáim részletesen fognak beszélni. Viszont mérföldkő lesz a szőlő betegségei ellen, a Peronospora ellen az Orondi Sultra, amiben két olyan hatóanyag, két erős hatóanyag fog szerepelni, amivel ezen kórokozó ellen maximálisan lehet védekezni. Vetőmagban is folyamatos a megújulásunk, ha csak az árpa hibrid portfóliónkat nézzük, a Dublinnal és a Dakotával egy új termésstabilitást és stresszmenedzsmentet tudunk biztosítani. És hát kiemelném a napraforgó portfóliónkat, ahol innentől 2021-től már mind a linóban és mind a magas olajsavas szegmensben minden gyomírtási megoldásra kínálunk hibridet. Kukoricában is folyamatos a megújulásunk, a Minervával egy olyan maximális termést és profitot lehet elérni, és a FAO 300 végi szegmensben is jövünk egy új hibriddel. Nyilván a fenntartható mezőgazdaságnak egyik pillére a termék, a másik pillér a digitális megoldások is. Itt is kettő darab olyan új szolgáltatásunk lesz, amit a későbbiekben igénybe tudnak venni. Az egyik a FarmShot, ami a területi képviselőknél áll rendelkezésre. Itt különböző műholdas képelemzéseket tudnak végezni közösen a területi képviselővel területről területre. És a Spray Assist, az pedig egy olyan alkalmazás lesz, ami segít optimalizálni a permetezési időszakot és kiválasztani a megfelelő fúvókat. Fenntarthatóságról nyilván tudják, hogy nagyon sokszor beszéltünk már, például az Interafarmon és a beporzó programunkról, de 2020-ban lezárult egy tesztelési fázisunk, jövünk egy új szolgáltatással, ennek a neve a RemDry lesz, ami azt teszi lehetővé, hogy a növényvédelmi gépeket biztonságosan tudjuk a jövőben tisztítani. És hát ugye sokan kérdezhetik, hogy a cég miért változtatott,
miért vált külön a növényvédőszer és a vetőmag üzletág. Intenzívebb tudásátadást szeretnénk, ez az egyik célkitűzésünk, minőségibb személyi konzultációt önökkel, akik ezt igénylik, és látjuk, hogy a vírushelyzettel azért a digitális tartalmaknak az igénye az szignifikánsan nőtt, ebben is jelentős erőlerépést szeretnénk tenni, és nyilván a legvégső célunk, hogy az önök legjobb partnerei szeretnénk lenni. Már csak annyi maradt számomra, hogy megköszönjem, hogy 2020-ban is a Syngentát választották, és megkérném dr. Vörös Gézát, rovartani szakértőt, hogy tartsa meg előadását. Tisztelettel köszöntök én is minden érdeklődőt. Az idei évről átmenetileg csak az időjárási helyzetről egy-két szót. Nagyon érdekes év volt ez a 2020-as, ami a vegetációs időszakot illeti, és néhány olyan súlyos kártevő, amit ugye nagyon figyelünk, nem úgy jött elő, ahogy vártuk, idézőjelben, hogy vártuk. Például Tolna megyében 2019-ben a drótférgek károsításától tartott mindenki, erre készültek föl talán legjobban, még a szerválaszték tavaszig viszonylag adott némi megoldást erre, és érdekességképpen mondhatjuk, hogy nem jött elő a károsító olyan mértékben, amitől féltünk, és egyáltalán a vegetációs időszakban a kukoricában alig-alig találtunk veszélyes egyedsűrűséget. Ennek oka részben a száraz tavasz, mert a talajlakó kártevőknél érdekes helyzet alakul ki, amikor szárazság van, és nem kellő nedvesség van a talaj mélyebb rétegeiben, mivel a talajlakó kártevőknél a talaj nedvesség megléte vagy nem léte még fontosabb szempont a hőmérsékletnél, ezért előfordultak már olyan helyzetek és olyan időszakok, amikor elmaradt a kártétel, és ez javarészt a száraz talaj viszonyoknak írható be, és attól még jövőre ugyanúgy gond lehet, mert ezek hosszú ideig fejlődnek, és most ez kimaradt szerencsére, ez a mostani tavaszi kártétel. A másik veszélyes kártevő a cserebogár fajok, annál is ugye leginkább a májusi cserebogár és homokon a zöld cserebogár. Ugye szántóföldön talán nem okoznak olyan nagy gondot, mint a gyümölcsösben, zöldségfélékben és a szőlőben, de elmondhatjuk azt, hogy az idei ötödik törzs erős rajzását tapasztalhattuk 2020-ban, és ennek sajnos lesz is utód következménye, tehát majd a pajorok, amelyek legalább 2-3 évig a talajban fognak károsítani, azt meg fogjuk szenvedni. Egyelőre azonban az imágók elleni védekezések, ahol voltak, azok nagyon sokat értek. Sajnos a zöldítésben erre nincs lehetőségünk, és a zöldítés az óriási problémát jelent, mert ott a lárvák nyugodtan ki tudnak kelni, tehát a tojásrakás nem fogja a cserebogarakat sem ugye meggyéríteni, hogyha száraz viszonyok vannak, akkor gyérülnek. A zöldítésben mindig van kellő nedvesség és jó mikroklíma, sajnos itt minden kártevő föl tud szaporodni. Egyébként itt a megyére az jellemző, hogy mind a három törzs jelen van, és sajnos minden évben egyre erősebb rajzásokat találunk, már a hetedik törzs is komolyan rajzik, és így sajnos nem mondhatjuk azt, hogy pihenő éveink vannak. A pajorokra nagyon oda kell figyelni, mert alattomosan és nagyon gyorsan ki tudják írtani a megtámadott kultúrát. A másik ilyen életveszélyes kártevő, az pedig a vetési bagolylepke hernyója, a mocskos pajor, amelyik szinte a vegyszerekkel szemben ellenállónak minősíthető, alig-alig tudjuk most már megfékezni az állatnak a pusztítását. Sajnos előfordulnak olyan évek, amikor nagyon sok van belőle, és már olyat is láttam többször, hogy a kukorica támasztó gyökereit szétrágták miszlikbe, és hullott, összedőlt minden, sokkal súlyosabb kártételt csinált, mint a kukoricabogár. Azonban szerencsére 2020-ban nem volt ilyen veszélyes a helyzet.
de ne legyünk nyugodtak, mert az öldítés ez a mocskos pajor felszaporodásának is rendkívül kedvez, segít túlélni azt az időszakot, amikor a aszály és meleg hatására ezek a károsítók is ritkulnak és pusztulnak. Hát a második nemzedék rajzása ugye augusztus elején, a közepén kezdődik, akkor az öldítésben nyugodtan le tudnak petézni, és így már a környező és oda vetett kultúrák, mint például a repce és az őszi kalászosok megszenvedhetik a mocskos pajor támadását. Reméljük, hogy erre nem kerül majd sor. Az amerikai kukorica bogárnál ugye már majd 20 éve figyeljük a lárvák károsítását is, és minden év más. A 2020-as is rendhagyó év volt, nagyon későn történt meg a lárvakelés, június 5-én, ez szinte ilyenkor már a bogarakat várjuk általában, de ez a lárvák kelését szintén a szárazság késleltette, mert nem jött össze még az a hőösszeg, amely a keléshez szükséges, a szárassága a hűvösebb időszakokkal párosult, és így elhúzódott a kelés. A fertőzés erőssége is kisebb volt, ez is annak köszönhető, hogy a kelés időszakában, az első kelések időszakában nem volt nedvesség a talajban, ilyenkor pedig ez a mortalitási tényező a legveszélyesebb a kislárvák számára, amelyet szerintem most megkaptak ezt a szárazságot, és ezért a lárvák egy része elpusztult. Utána sajnos pótolta, június második felében már komolyabb dőléseket is találtunk, de elmaradt a fertőzés a tavalyitól általánosságban. Az imágók is később keltek, majdnem június legvégén, de azt figyeltük meg, hogy a imágók keléséhez szükséges 28 nap, ugye a lárva keléstől az imágó keléség eltelt idő az lerövidült, 2020-ban legalább 4 nappal rövidebb volt ez az időszak, ez ugye a hőmérséklettől és a nedvesség viszonyoktól is függ, aztán júniusban megjött a csapadék is, meleg is volt, és ezért a élettartam, illetve a fejlődéshez szükséges napok száma is lerövidült. Az imágók kelése egyenletes volt, és hirtelen egyszerre sok bogár lett, amelyek aztán attól függően, hogy találtak-e mélyfekvést, találtak-e hűvösebb, nedvesebb táblarészeket, a petézési hely az ettől is függ. Érdekes módon a talajfertőtlenítőszerek, amelyet ugye a monokultúrás kukoricákban és a zöldítés után vetett kukoricákban alkalmaztak a kedves kollégák, mégis jó hatásokat adtak, mert a szárazság hatására, száraz, hűvös időben a talajfertőtlenítő granulátumok sem bomlottak úgy, ahogy általában szoktak, és még egy normál április közepi vetésnél a granulátumok június elejére, amikor a lárvák keltek, nem vesztették el a hatékonyságukat, és nagyon jó védőhatást biztosítottak. Itt a teflutrin hatóanyagra gondolok elsősorban, amellyel most már szinte csak egy irányban tudunk menni, mert nincs másik hatékony hatóanyag a károsító ellen, és hogyha ott a szükséges dózist, pontosan visszamért dózist kiadjuk, akkor nyugodtan lehet még aludnunk a kukoricabogár lárvák kártételével szemben, ezek teljesen megőrzik a kukorica egészségi állapotát, így mondjam, a gyökérnél, és nem fognak kidőlni. Tehát ez biztos, hogy jó technológia, még most egyelőre remélhetőleg a kártétel sem fokozódik majd a később időszakban, mert most már kiegyenlítődött az országban, azt lehet talán mondani, és nincsenek nagy gócok. Ahol viszont tehát nedvesség van és mélyfekvésű talajrészek, ott azért lehet figyelni nagyon, mert a károsító oda húzódik a nyári melegben petézni, és ez a petézési időszak egész őszig is eltart. A teflutrin hatóanyagú FORS készítmények, ugye a FORS 1,5G-t használtuk leginkább a 15 kilós dózisba, azt lehet mondani, hogy teljes mértékben biztosítja a növény védelmét és a gazdasági kárküszöb alatt tudja tartani a fertőzöttséget.
Kukoricamoly, ez a kártevő, ez nagyon érdekes módon alakul. Ugye ezt a technológia hozta föl, amelyet most előszeretettel alkalmaznak több helyen, és szinte most már ez a sláger, hogy forgatás nélküli, szántás nélküli talajművelés. Ez egyértelműen kedvez a kukoricamolynak, ugye, mert nem pusztul el a telelő hernyó, amelyik ott van lenn a kukorica alsó ízközében, és ugye ezt a szántással, meg a szárzúzással elpusztítottuk régebben. Most már ezeket a teleket kényelmesen túléli, akár még a felszínen is, a benn a szárban, és tömegével jön elő a moly, amelyet aztán nem tudunk majd később már megfékezni, mert a második nemzedék a csőben való berágással óriási pusztítást végez, és a toxin témát is felerősíti. Az idén ugye ez a folyamat is ugyanúgy látszott, rengeteg moly jött ki, már ugye május második felében rajzott, még a kukorica nem tartott ott, ugye, mert hűvösebb volt az idő és szárazabb volt, még nem voltak címerek, ezért vártak a molyok, és amikor már megfelelő volt a kukorica fejlettsége, akkor rakták le a petéiket, viszonylag alacsony szinten volt. A második nemzedék viszont már tökéletes időjárási viszonyokat talált, ugye párás meleg idő kell a peték keléséhez, és ott ugye már a csőre rakják a tojásaikat, a behatolt hernyók pedig a szemeket rágják. Így láthattunk egyszerre akár három kártevő kártételét is, amit nagyon jól el lehet különíteni a rágcsálék ürülék alapján. Egyszerre volt kukoricabogár, kukoricamoly és gyapottok bagolylepke egy csőben, amely aztán teljesen a kukorica egészségi állapotát megrengette, és a fuzárium fajok előfordulását ugrásszerűen megnövelte. Az idei évben nem voltak olyan hosszú aszályos periódusok, illetve hőhullámok, amelyek a Aspergillus flavus kórokozót hozták volna elő, inkább a fuzárium fajok domináltak, és ennek köszönhetően a toxinokban a fuzárium toxinokat találjuk. Gyapottok bagolylepke szintén egy rendkívül veszélyes kártevő, amelynek az időjárás egyértelműen a fejlődését, illetve a szaporodását meghatározza. Ugye tudjuk nagyon jól, hogy a migráció, amelyek a lepkék vándorlását jelentik, azok meleg nyarakon hosszabb, legalább egy hetes aszályos periódus után szoktak mindig bekövetkezni, azok most elmaradtak a tartós hőhullámok miatt, viszont azt is megfigyelhetjük, hogy a helyben telelő nemzedékek, a helyben telelő hernyók száma viszont megnőtt, ugyanis eddig úgy tudtuk és úgy figyeltük meg, hogy mivel trópusi, szubtrópusi a faj, nem bírja a teleket átvészelni, hát az itteni teleink most már egyre melegebbek, és alig van benne olyan keményebb fagy, ami ezeket elpusztítaná. Azt lehet mondani, hogy már a mínusz 3-4 fokos hőmérsékleteket simán átvészelik, és legalább néhány napos mínusz 10 fok kell ahhoz, hogy biztosan elpusztuljon. Tehát ne csak arra hagyatkozzunk, hogy na, most akkor majd nem jönnek be a lepkék, és a feromon csapdák nem fognak annyi lepkét, ez egyáltalán nem így van, mert van, amikor nem is szállnak már a feromon csapdára az imágók, és anélkül is találunk fertőzést, tehát mindig a növényt nézzük először, hogy ott van-e valami nyoma annak, hogy lepetézett az imágó. Mi várható 2021-re? Hát gyakorlatilag mindegyik kártevőbe benne van a tömegszaporodás esélye. A kukoricabogárnál tudjuk jól, hogy monokultúrás területen és zöldítés után várható erősebb fertőzöttség. A zöldítésnél ott olyan növényekre gondolok, mint például olajretek, fehér mustár, amelynek a virágporával az imágók ősszel még táplálkoznak, elhagyván a már nem jó viszonyokat adó kukoricát, és ott le is tojnak, le is petéznek. Ezért volt sok meglepetés, hogy például a búza után valaki talált kukoricájában erős fertőzés, hát közben volt az zöldítés, és emiatt ugye a bogarak ott lepetéztek, tehát ne legyünk nyugodtak, ahol ilyen helyzet van, ott várható vagy veszélyes lehet, és adjuk ki a talajfertőtlenítést, ami
Biztos, biztos. A kukoricamojnál, hát itt ugye, ahol forgatás nélküli technológia van, és esetleg ugye monokultúra marad, és nincs meg a szántás és az aprítás, tehát a szár zúzás, ott a fertőzöttségre megint csak számolni lehet, a enyhe teleken, ilyen helyen pedig zavartalanul túlélik a lárvák a telet, és ott biztos, hogy erős fertőzés várható. A gyapottok bagolylepkénél, ugye mivel nehezen előjelezhető, és migrációs hullámokkal jön dél felől, ott nem tudjuk előre megmondani, hogy ugye milyen idő lesz. Azt, hogy áttelele hazánkban, az pedig a téli időjárás alakulását figyelve már gyaníthatjuk, hogyha enyhe telünk lesz, akkor a gyapottok bagolylepkéből is több lesz, mint ahogy várjuk, és korán előjönnek, és a korai növényeknek az egészségi állapotát is veszélyeztetik, úgy akár a borsóban, a búzában is találtunk már olyan fertőzöttségeket, amelyekkel nem számoltunk, mielőtt a gyapottok bagolylepke biológiáját nem ismertük. Egyre több az áttelelő egyed, és enyhe telek esetén ne lepődjünk meg, hogyha korán előjönnek. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen dr. Vörös Gézának az előadását. Most pedig lehetőség nyílna arra, hogy feltennénk önöknek egy kérdést. Hogyha a kurzort mozgatják, akkor ki tudják választani, hogy önök számára mely talajlakó kártevő okozza a legnagyobb gondot. Nyilván itt lesznek olyan kérdések, ahol esetleg két válasz is helyes. Annyi technikai dolgot még hozzátennék, hogy az előadások közben lent van egy Q&A nevezetű ikon, amiben, hogyha beírnak kérdéseket, akkor vagy az előadás végén, vagy közben meg tudjuk válaszolni. Betty, kérhetünk egy kis segítséget, mert nem tudom, hogy tudnak-e voksolni a résztvevők. Mintha azt írná ki, hogy jelen pillanatban nem lehet. Én úgy látom, hogy tudnak. Rendben. Köszönöm. Amennyiben mindenki megtette a szavazatát, akkor felkérném Horváth András fejlesztőmérnököt, hogy tartsa meg előadását. Sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy újdonságról, egy új talajfertőtlenítőszerről szeretnék Önöknek beszélni, a Forcevóról. A Forcevó teflutrin tartalmaz, egy starter hatású talajfertőtlenítő, vagy egy talajfertőtlenítő hatású starter. A teflutrin azaz a piretroid, amit csak talajlakók ellen használnak. Ugye létezik neki egy sávázószer változata, a Forsus CS, létezik a granulátum, a Force 1-5G, és mostantól létezik egy olyan formuláció, ami talajfertőtlenítőszer mikrostarterbe beleformulázva. Tehát mit jelent ez nekünk? Hatékony védelmet a talajlakó kártevők ellen a kukoricában, plusz egy teljes értékű starter műtrágyát, és ugye nincs szükségünk kompromisszumra, hogy melyik granulátum szórólval szórjunk, vagy starter szórjunk, vagy talajfertőtlenítőt, mert ez egy szemcsébe megtalálható. Forcevóról röviden, ugye ez egy 4 hatóanyagos starter műtrágya, ami nitrogént, foszfort, mangánt, illetve cinket tartalmaz, és mellette van benne 5 g per kilogramm teflutrin. Ugye ezt sorkezelésre lehet használni, vetéssel egy menetben. A formulációja egy granulátum, tehát egy homogén, kompakt granulátum szemcse, könnyű kiutatni, nem porzik. A fajsúlya az a Force 1-5G-hez hasonló, 2-es kategóriájú, és ugye 10 kilós kiszerelésekbe lesz, és megvan már az engedélye. Kukorica, illetve burgonya kultúrákban 16-20 kg per hektár dózisokban, kukoricabogár lárva, illetve drótféreg ellen. Drótféreg elleni tapasztalatokat szeretném Önökkel megosztani.
Ez egy kísérleti területünk Moson-Szolnokon 2020-ban. Hát ilyen kártétel tudott okozni egy drótféreg, ez egy gyeptörés utáni kukoricavetés. Ugye 4 sor kezelt, mellette 2 sor kezeletlen, illetve különböző kezelések láthatók. Hát ezt látjuk itt, hogy milyen ablakos tud lenni egy vetés egy komoly drótféreg fertőzés esetén. Ugye hűvös volt a május, ez egy május 22-i felvétel. Látjuk, hogy a kukorica kikelt, a sorok nagyon szépek, és hát itt a fehér vonaltól jobbra itt van a kezeletlen, tehát ahol nem szórt a granulátumot. Ugye ott ritkán kelt a kukorica. Ha haladunk az időbe, ugye 6. hó 17, előtte megjöttek a csapadékok, ez a 4 sor nagyon szépen fejlődik, ahol forszevó volt, a mellette levő, hát az kipusztult. Úgyhogy haladunk az időben, ugye ez már a címerhányás előtti időszak, 7. hó 7-én, hát egy ilyen kép fogadott minket, ilyen hatékonysággal dolgozott a forszevó. Ugye lett ez a kísérlet értékelve, itt a diagramban azt lehet látni, az oszlopok nagysága az az ösztő számot mutatja. A zöld színű rész az az egészséges növények száma hektárra vetítve, a lilás színű, az pedig a károsodott. Ugye látjuk, hogy egy kezeletlen kukoricába összesen 58 ezres tőszámunk lett júniusra. Ez 80 ezres vetés volt, tehát 80 ezer tőszámmal lett, és annak a nagy része is egy 40 ezer tő károsodott volt. Ugye a harmadik képen a Forsus CS csávázás látható, ami mentett tőszámot, viszont az ösztőszámba elég sok volt a károsodott növény. Tehát ugye ez a magot védi a csávázószer, tehát fölötte a szár részbe bele tudnak fúrni a kártevők. Ugye utána jön a Force 1-5 géltve Force Evo granulátum diffúzorral kiutatva, lényegesen jobb hatékonyságot mutatnak, tehát itt már az a 69-72 ezres tőszám volt, amiből aránylag kevés, olyan 15-16 ezer volt a károsodott, a többi az védett volt. És ugye a mi ajánlatunk ilyen helyekre, tehát ahol nagyon erős drótféreg fertőzés várható, ugye tudjuk a terület milyen, hogy gyeptörés után van, hát ide azt javasoljuk, ami az utolsó jobboldali oszlopon látható, hogy Forsus CS csávázott vetőmag, és mellé a talajfertőtlenítő granulátum, jelenleg itt a Force Evo volt betéve, ekkora ilyen hatékonyságot tudott mutatni, tehát nagyon meggyőzően bizonyított itt a Force Evo. A vonalon pedig azt látjuk, hogy a termés, milyen termés tudott ez a terület hozni, tehát az 5 tonnás kezeletlenhez képest egy csávázószer plusz a Force Evo együtt, ez 9,35 tonnát tudott hozni, tehát ennyit mentett meg. Az ország másik részén Kardoskúton is volt beállítva kísérlet, itt kevesebb fertőzés volt valamivel, de itt is látható a tőszámbeli különbség, tehát egy 50 ezer alatti tőszám volt, ahol nem védekeztek, ahol védekeztek, ott majdnem megközelítette a 60 ezeret, és kevés volt a károsodott növények száma, és termésbe is a 8,3 tonna helyett 10,3 tonnát termett a kukorica. Tőszám és a termésnek a kapcsolata. Ugye a termő tőszám az nem egyenlő a vetett tőszámmal, ugye eleve van egy csírázása a vetőmagnak, tehát valamennyivel kevesebb fog kikelni, viszont ha drótférgek jelen vannak, akkor még nagyobb a pusztulás, tehát nagyon drasztikusan le tudják a drótférgek csökkenteni a tőszámot. Itt az ábrán az látható, hogy az alsó tengelyen, hogy mennyivel több a tőszám a kezeletlen kontrollhoz képest, a másik tengelyen pedig a termés. És egy nagyon érdekes összefüggés jött ki belőle, hogy minden 5000 tő hiány az körülbelül 1 tonna termés csökkenést okoz. Tehát ha nekünk 10 000 tövünk kiesik, az mínusz 2 tonna. Force Evo-nak a kiuttatása. De minden készítmény annyit ér, hogyha jó technikával és jó módon juttatják ki. A Force Evo-nál a drótférgek ellen arra kell figyelni, hogy használjunk diffúzor. Diffúzor nélkül, ha csak a magárok aljára juttatjuk ki a készítményt, akkor az védi a magot, tehát lent lesz ott a talajba, mag körül, viszont fölül marad egy védtelen rész, ahol a drótférgek károsítani tudnak.
Ellenben, hogyha sávba, ugye tíben vagy diffúzorra juttatjuk a granulátumot, tehát nem csak a barázda aljába, hanem a barázda magárok falára is juttatunk ki, utána az összezáródik, akkor a kukorica ezen nő keresztül, ezen a talajfertőtlenített rétegen, és hát egy védelmet tud biztosítani a drótférgek ellen is. Lényegesen jobb lesz a hatékonyság, hogy mennyivel, azt a következő ábrán látjuk. Itt ez 10 kísérlet átlaga alapján a tőszámot nézték drótférges kísérletekben, és az egészséges növényeknek a száma látható. A kék színű ábra az mutatja a kezeletlent, ugye 10 nap, 20 nap, 30 nap, 40 nappal a vetés után, hogy hogy alakult a tőszám, az egészséges növények száma. Ugye ha használtuk a talajfertőtlenítőt, a 12 kg forszot, akkor jobb lett az eredmény, de ugye nem használtunk diffúzort, így 8699 tővel többet tudtunk elérni, és diffúzor használatával lényegesen megugrott, megjavult a hatékonyság. Tehát 14400 tővel többet tudtunk elérni, így diffúzorral több egészséges növényt. Tehát mindenképpen érdemes használni. Kukoricabogárra áttérnék. Ugye ez a 2019-es bonyhádi kísérlet, a bal oldalon látható a Iowa skála, a jobb oldalon pedig a dőlés. Ugye itt a force-nak különböző dózisait vizsgáltuk, ezek az zöld színű ábrák, ugye 10 kg, 12,5 kg, 15 kg. Ugye a bal oldalon látjuk, hogy ahogy nő a dózis, a gyökérkártétel csökken. Itt a lila színű oszlop az mutatja 20 kg forszevónak a hatását, tehát körülbelül ezzel a 10 kg forszal volt párba a gyökérkártétel ellen. A jobb oldalon pedig a dőlést láthatjuk, ugye a teflutrin hatóanyag, ahogy nő a dózis, ugye 15 kg forsz volt a legjobb, 9%-os dőléssel, a forszevó hatékonysága jó volt, de ebben már azért fellépett dőlés. Ugye a forszevót több éve vizsgáljuk Magyarországon, úgy engedjük ki a önöknek, hogy előtte alaposan át lett vizsgálva. Itt 23 kísérleti hely átlagában néztük a gyökérkártételt. A kezeletlen kontrollhoz képest ez a 0-3-as skála, ahol ez az egyes érték, ahol a vonal van, az jelenti azt a gazdasági kártételi küszöböt. Ugye a Force 1-5G-nél látjuk, hogy nagyon szépen lecsökkentette a kártételt ez alá a szint alá. A forszevó is egész jó, egy-egy érték az már azért fölé csúszott gyökérkártétel. Ugye nem mindenhol van, ahol gyökérkártétel van dőlés, hát itt 14 helyen volt, és ugye ezt mutatja ez az ábra, hogy a Force 1-5G nagyon szépen leszorította a dőlést, tehát ezeknél a nagyon erősen fertőzött területeken is, kritikus szint alá, 10% alá, a forszevónál már volt valamennyi dőlés, de hatékony volt, tehát jobb volt, mint a kezeletlen lényegesen. A kukoricabogarat összefoglalva 2020-ra. Ugye hallottuk dr. Vörös Géza előadásában, hogy hűvös volt a tavasz, későn keltek a lárvák. Ugye a gyökérkártétel aránylag erős volt, de a dőlés az nem volt olyan nagy, legalábbis itt a bonyhádi területen. Miért? Mert ugye megjött a csapadékos időjárás júniusban pont, amikor a lárvakártétel is a csúcson volt, és a gyökér regeneráció ugye az meg tudott történni. A forszevó és a forsz 1-5G is hatékony volt, azért volt köztük hatékonyságbeli különbség valamennyi, tehát a teljes dózisú forsz 1-5G volt kukoricabogár ellen a jobb, ugye jobb volt, mint a 12 kg forsz. A forszevó 20 kg-mal, hát valamivel a 12 kg-os forsz dózis alatt volt, és a 16 kg, ezt inkább csak drótférgek helyen javasoljuk. Azért is, ugye, mert szárazabb években, mint 19 nagyobb dőléseket tapasztaltunk. Starter hatásról szeretnék pár szót. Ugye ez a forszevó, ez nem csak talajfertőtlenítő, ez egy teljes dózisú starter, és hát ilyen különbséget tudott okozni Mosonszolnokon. Ez a hűvös időjárás, jobban tudott fejlődni a kukorica, erősebb volt a gyökérzete. Üzemeknek is juttattunk ki forszevót idén, megpróbálták több helyen, és a visszajelzések és a tapasztalatok 2020-ban azok voltak, hogy a kijuttathatósága könnyű volt és egyszerű. Tehát hasonló volt, mint a Force 1-5G, egyszer kellett hogy leforgatni, megnézni a dózist, és utána könnyű volt kijuttatni.
diffúzorral, ahol használták, nagyon jó eredmény volt drótférgek ellen. Kukoricabogár ellen is megfelelő volt a hatás, tehát ahol üzemek használták, azt mondták, hogy körülbelül olyan volt, mint a Force 1 5G, viszont ahogy látták, hogy szárazabb időben azért inkább a Force 1 5G-t javasoljuk. Hideg tavasz volt idén, látványosan segítette a kedvezőtlen időszak átvészelését, tehát többen mondták, hogy nagyon szép volt a kukorica, nem liult, és a visszajelzések azok voltak, hogy nagyon szép, nagyon nagy terméseket tudtak elérni, és ebben nagy valószínűséggel a Force Evo is benne volt idén. Csak egy szót szólnék a burgonyáról is, kis kultúra, de érdekes. Ebbe is van engedélye a Force Evo-nak. Egy ilyen osztrák példát mutatnék, ugye 2018-ban egy nagy botrány volt Ausztriában, a burgonya termés 25%-a megsemmisült, és gyakorlatilag nem tudták az országot ellátni hazai burgonyával. Ugye ezek a cikkek jelentek meg az újságban, hogy a drótférek kártétel mekkora gondot okozott, és ugye a termelők demonstrálnak, hogy engedélyezzenek már valami készítményt. Tehát nem volt semmi készítmény engedélyezve Ausztriába, most kapott engedélyt 2020-ra a Force Evo. És ugye milyen eredményekkel? Drótféreg ellen, itt az alul a kezeletlen burgonya látható, fölül pedig a Force Evo-val kezelt, és itt a lyukakat nézték a gumókon. Ugye burgonya az kicsit más, tehát ott nem az ültetett gumót kell megvédeni, hanem a majd keletkező gumókat, amik majd egy-két hónap múlva keletkeznek, tehát azt kell megvédeni, és hát a Force Evo, ha beledolgozták a bakhátba a burgonyánál, nagyon jó eredménnyel dolgozott, tehát kevés, lényegesen több volt benne, ahol nem volt lyuk, illetve egy-két lyuk volt ahhoz képest, ahol nem tudtak védekezni. Tehát a tartom hatása a drótférgek ellen itt is megvan. Hát köszönöm szépen a szót, ezt szerettem volna önöknek a Force Evo-ról elmondani, tehát az új talajfertőtlenítő és tarter készítményünkről. András, köszönöm. Akkor feltennénk a következő kérdésünket. Milyen talajfertőtlenítő készítményeket vagy csávázószert használtak az elmúlt évben? Lehetőség van arra is, hogy több választ beixeljenek, illetve a kurzor mozgatásával kijelöljék a helyes választ. Köszönöm, és akkor átadnám Pap Zoltán kampánymenedzserünknek a szót. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a kedves vendégeinket, és még egyszer én szeretném megköszönni, hogy így ebbe az esti órába ennyien választották ezt a programot. Az én prezentációm lenne az utolsó ebbe a szekcióban. Szeretném még kicsit ugye az Andrásnak az előadását összefoglalni, illetve egy diát összeraktam volna arról, hogy mennyire, milyen események befolyásolták az elmúlt években, elmúlt néhány évben a talajlakó kártevőknek a fertőzését, és elsősorban a drótférek fertőzésre szeretnék koncentrálni. Az első, amit meg lehetne említeni, talán az egycikű gyomoknak a terjedése gabonában. Ugye ennek nagyon sokan szemtanúi vagyunk, ami köszönhető, ugye ez egy külön fejezet lenne az, hogy az egycikű gyomok miért terjednek, klimatikus okok, talajművelési okok, vetőmag, egyebek, ez egy külön téma lenne, de igazából ez miért érdekes egy drótféregnél. Szakirodalmi adatok alapján például az ecsetpázsit gyökerén 5-12-szer nagyobb arányban fordul elő a drótféreg lárva, mint például a kalászos gabonában. Tehát, hogyha az egycikű gyomokat ott hagyjuk a kalászosokban, valamilyen oknál fogva nem figyeltünk oda, vagy nem sikerült a gyomírtás, akkor ez kifejezetten segíti a drótféregeknek a terjedését és a szaporodását.
A másik, ami fontos lehet, a forgatás nélküli, illetve a terület részbeli művelésének a terjedése. Ennek is alapvetően az az oka, hogy ugye egy bolygatatlan, vagy kevésbé bolygatott talajt tudunk adni, ami ugye egyik oldalról jó, mert ugye vízmegtartó talajművelést valósítunk meg ezzel, kevesebb gázolajjal művelünk, azonban ennek a másik hátulütője azonban a rovarok vagy kártevőknek a viszonylagos felszaporodása, és ez különösen ott, ahol például a terület részbeli művelésénél lehet megfigyelni, ahol egy sávot művelünk, és ugye a sáv közötti, illetve a sor között, ugye ezek nem kerülnek alapművelésre, illetve vetéskor sem történik meg a művelése a területnek. Itt azért ezek a területeken is lehet számítani a kártevők nagyobb egyet számára. A következő olyan esemény, ugye, ami befolyásolja a talajlakó kártevőket, ez a neonikotinoid csávázásnak a betiltása, ugye, amit 2013-ban történt meg. Ugye egy pár évig nem volt lehetőség, aztán egy évre 2018-ban ugye volt rá lehetőség, de azóta megint nincs lehetőség ugye ennek a technológiának az alkalmazására, és ez ugye mind a kukorica, mind a napraforgó területet, ugye, illetve a repce területet is ugye erősen érintette, és hát ugye ezek a kultúrák, ezek több mint 2 millió hektárt képviselnek ugye a szántóföldi területeken belül, közel a területnek a felén ugye ez a lehetőség elveszett. A következő, amit meg lehet említeni, kukoricában ez inkább egy pozitív tényező, ugye ez egy a Force 20 CS csávázásnak az engedélyezése 2014-ben drótfégek ellen kukoricában, és ugye van egy jó hírünk, hogy 2020-nak a végén megkaptuk a napraforgóban való végleges engedélyét is, tehát gyakorlatilag ezzel valamilyen szinten lehetett kompenzálni, vagy lehet kompenzálni a drótfélegnek a terjedését. Azonban a következő eseménynél, ami ugye a Géza is említette, ugye a zöldítési szabályozásoknak a megjelenése, ugye ez az új, a második Európai Uniós támogatási ciklusnak köszönhető, ugye 2015 után, amikor is ugye számos helyen, különösen az AKG-ban, ugye előírták, hogy a tarlókat ugye zöldíteni kell. Ennek következtében például ugye a lucerna terület is megnőtt ugye ezeken a területeken, amely kifejezetten a drótférgeknek a felszaporodásának kedvez. Ugye a lucerna egy jó pár évig igazából úgy műveletlen, hogy talajművelés nem kap, igazi meleg ágya annak, hogy a drótférgek károsítsanak a következő kultúrákban. De ugye, ahogy Géza említette, ugye más kártevőkre is nagy szerepe volt, vagy van, ugye a cserebogárpajorok, vagy a muskospajoroknál is ugye a zöldítés, egy zöldebben hagyott tarló, ugye gyakorlatilag vonzza a kártevőket a petrakásukhoz, ugyanúgy igaz ez a pattanó bogaraknál is. Azt el lehet mondani egyébként a drótférgeknél, illetve a pattanó bogaraknál, hogy általában a kukorica, illetve a burgonya, a répafélek azok a legkedveltebb tápnövényei, de kalászos gabona is, különösen a búza, árpa, zab, illetve a köles az, ami kedvelt tápnövénye, de egyébként mivel polifág kártevőről van szó, illetve sok faja van, ezért szinte minden növényen előfordul, de a kukoricát, burgonyát kedveli a leginkább. És a végén egy utolsó eseményt ugye meg lehet említeni, ugye ami igazából az idei évnek a friss eseménye, ez a klorpirifoszetil, illetve klorpirifoszmetil hatóanyagoknak a betiltása, ugye, ami érintette a talajfertőtlenítést, ugye kiesett két készítmény is ebből a piacból, egy viszonylag nagy területen használták, akár kukoricába, akár napraforgóba, és hát ez sem segíti igazából a termelőknek az életét, és hát ezeknek köszönhetően lehet azt mondani, hogy egy terjedő és erősödő drótférek fertőzéssel állunk szembe, amit egyébként alátámaszt most ez a nagyon rövid közvéleménykutatás, amit az első előadás végén, a Géza előadása végén feltettünk, nálam megjelentek az eredmények. A részvevők 65%-a mondta azt, hogy a drótféreg igazán gondot okoz, és csak 26% mondta azt, hogy a kukorica bogárlárva okoz kártételt. Tehát ez is mutatja azért ennek a
kártevőnek a jelentőségét. És van még egy tényező, amit nincs egyébként felírva, ez a pedig a csapadék időjárási viszonyok. Ugye alapvetően a petarakásnak, a patronobogarak petarakásának kedvez az, amit a Géza is említett, hogy egy nedvesebb talajviszonyok szükségesek, és ugye június-júliusban történik döntően a petarakás. Én ezt visszanéztem a elmúlt pár évnek az időjárását ezekben a hónapokban, természetesen ez térségenként azért valamilyen szinten változik, de az általános tendencia az volt, hogy az elmúlt 5 évben a június, 2 évben egy átlagos volt, viszont 3 év átlagon feletti csapadékkal rendelkezett. Egyedül a 15-ös év, ugye az már az azt megelőző évben volt, 15-ös év júniusa volt nagyon száraz, de az elmúlt 5 évnek a júniusa egy átlagos vagy átlag feletti csapadékkal rendelkezett, tehát ez is kedvezett a drótférgeknek, illetve a patronobogaraknak. Tudjuk azt, hogy ugye ez egy 3-4-5 éves fejlődésű lárvafejlődésű kártevőről van szó, fajonként ugye eltérhet, de a kártételnek a mértékét ez is befolyásolja, és nem csak arra kell figyelni, hogyha egy kalászos gabona után kukorica kerül, hanem arra is, hogyha esetleg 2, 3 vagy 4 évvel volt korábban ott kalászos gabona, mert ugye mindig az idősebb lárvák okozzák azért a nagyobb gondokat, és nem az első éves lárva, hanem az idősebb lárvák, tehát ezekre is figyelni kell. Ha tovább megyünk a következő diára, amit az András már ugye mutatott, hogy a Force Evo-val mit tudunk elérni. Ugye röviden azt lehetne megfogalmazni, hogy ez egy starter hatású talajfertőtlenítő, és talajfertőtlenítő hatású starter. Tehát gyakorlatilag egy szemcsében benne van a talajfertőtlenítő hatóanyag, a teflutrin is, és benne van egy teljes értékű starter műtrágya, ami azt jelenti, hogy 10% nitrogén van benne, 41% foszfor, és mikroelemek közül 3%-ban a mangán, és 2%-ban van benne a cink. Tehát ha kiteszünk egy 20 kg mennyiséget, gyakorlatilag egy teljes értékű starter műtrágyát is kiteszünk, és a benne levő teflutrin rovarölő hatóanyaggal alapvetően a drótférgek ellen tudunk egy nagyon jó hatékonyságot biztosítani. A kukoricabogár ellen, ha erős a fertőzöttség, akkor nem ezt a készítményt javasoljuk, hanem inkább a Force 1-5G-nek a használatát, ugye 14-15 kg-os dózisban. Ha esetleg alacsonyabb fertőzés várható, ugye ezt nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi ez, hogy alacsonyabb fertőzés várható, általában azt lehet mondani, hogy ha az előző évi kukorica kultúrában 1-2 alkalommal ugye célzottan a kukoricabogár imágók ellen történik védekezés, akkor várható valamivel alacsonyabb kukoricabogár lárva fertőzés. De ugye alapvetően, hogyha ez nem történik meg, és ahogy a Géza említett az előadásában, mivel a nyár ugye az egy csapadékos volt, ez kedvezett a kukoricabogár petarakásának is, azért inkább jelen tudásunk szerint ugye várható azért egy erősebb kukoricabogár kártétel. Ezekben az esetekben inkább a Force 1-5G-nek a alkalmazását javasoljuk, és a Force Evo-t inkább azokon a területeken, ahol drótféle kártétel várható. Ugye, ha megnézzünk, a következő diára lépünk, hogy itt látható egy olyan kép, illetve két olyan kép, amely a gyökérnek a fejlődését mutatja ugye ebben a májusi időszakban. Ugye bal oldalt egy Force 1-5G, jobb oldalt ugye Force Evo, látható a Force Evo-ban lévő tápanyagnak a hatására, ugye egy erőteljesebb gyökérképződés tapasztalható a májusi időszakban. Mikor érdekes ez elsősorban? Gondoljunk vissza az idei évre, amikor májusban egy száraz időszak volt, de viszont egy hideg időszak volt. Ugye még május 25-e környékén ugye az utolsó fagyos szenteknél Orbán akkor is ugye voltak fagyok, és ebben az időszakban nagyon látványosan lehetett azt látni, hogy a Force Evo-val kezelt parcellák, sorok egy erőteljesebb növényállományt tudtak mutatni, egy nagyobb habitus, egy erőteljesebb biomassa keletkezett, mint ahol ugye nem történt meg, akár egy Force 1-5G-nél, ahol nincs ugye benne a tápanyag. Tehát ezeken a területeken, ilyen körülmények között kifejezetten javasolt ugye a Force Evo-nak a használata, ami aztán a következő dián láthatjuk, hogy a termésbe is jelentkezett. Én kivettem ezt a három
eredményt, az András által bemutatott eredménysorból, ahol látható, hogy a kezeletlen ugye 5 tonna, egy rotféreggel erősen fertőzött területen, a Force 10, 1,5G 10 kg-mal gyakorlatilag meg tudta óvni a kukoricaállományunkat, és tudott egy közel 7,5 tonnás termést produkálni, azonban a Force Evo köszönhetően a benne levő tápanyagnak ugye gyakorlatilag a 8 tonnát meghaladó termés átlagot tudott ezzel szemben produkálni. És akkor az utolsó dián szeretném még ezt kihangsúlyozni, amiről az András is beszélt. Ugye itt látható, ezt köszönöm Andrásnak ezeket az adatokat, összerakta egy grafikonra az elmúlt nem tudom hány sok évnek a kísérleteit, és összenéztük, hogy igazából a hiányzó tőszám és a termés mennyiség közötti összefüggés. Látható ezen a dián, hogy ez egy enyhén exponenciális görbe, de igazából a lényeg ennek az, hogy ugye minden 5000 tőnek a hiánya körülbelül 1 tonnás terméscsökkenést tud okozni. Ugye ez természetesen a kukorica is képes valamilyen szinten kompenzálni ugye a tőhiányt, de egy jelentős tőhiány már ő sem tud teljesen kompenzálni, ebből van ugye a görbének az exponencialitása. És mindannyian tudjuk, hogy ugye amikor elvetünk egy 70 ezer szemet hektáronként, a végén a termőtő biztos, hogy valamivel kevesebb volt lesz. 5-tel, 10-tel, 15%-kal biztos, hogy kevesebb, és egy 70 ezer tőből könnyen kialakul egy 55-60 ezeres tőszám is, termőtőszám. Ebben az esetben az 1 tonnás terméskülönbség, vagy akár több is kialakulhat, és ennek nem kis részben a drótférgek az okozói. Ugye ez nagyon nehéz meghatározni, hogy milyen részben, de biztos, hogy nem kis részben a drótférgek az okozói. Tehát igazából, hogyha még egyet kattintunk ezen, azt lehet mondani, hogy bár ugye ez nem teljesen igaz azért ez a kijelentés, hogy minden 1000 tő hiánya 200 kg termésveszteséget jelent hektáronként. Azonban a Force Evo használatával gyakorlatilag a drótféreg által okozott akár látens, akár nem látens, tehát látványos kártételeket is a minimális szintre tudjuk csökkenteni. És ezáltal el tudjuk azt érni, hogy a vetett tőszám és a termő tőszám között minél kisebb legyen a különbség, és ezáltal a legnagyobb termésveszteséget meg tudjuk akadályozni, és a legtöbb termést ugye meg tudjuk menteni. Hát ez különösen érdekes ott, ahol ugye nagyon értékes kultúrákat termesztünk, csemege kukorica, hibrid kukoricára gondolok, ahol ugye minden egyes tőnek a hiánya még nagyobb pénzbeli veszteséget jelent a termelő részére, tehát ezeken a területeken kifejezetten javasolható ennek a terméknek a használata. Ugye annyit el kell mondani, hogy Force Evo, hogy takarmány kukoricán kívül, ugye csemege kukoricában és hibrid kukoricában is használható, sajnos azt viszont nem tudjuk mondani, hogy napraforgóban, jelenleg nincs meg még az engedélye, szeretnénk majd a későbbiek során az engedély kiterjesztést megtenni, majd akkor tudjuk ajánlani napraforgóban, és most elsősorban kukoricában javasoljuk, illetve burgonyában, ahogy András mondta, ott is jelentősen lehet, nagyon jó hatékonysággal lehet használni. A végén igazából annyit szeretnék még ugye elmondani, hogy hogyan lehet a termékhez hozzájutni. A termékhez alapvetően, ugye mivel az engedélye megkaptuk, tehát a szeptemberben megkaptuk a végleges engedélyt, tehát a termék 2021-ben szezonban felhasználható lesz. Mindenki keresse a Szingentás területi képviselő kollégákat, tudnak majd nekik segíteni, egy jelentős készlettel, mennyiséggel készülünk a tavaszra, tehát gyakorlatilag a tél végén, ez a télen már hozzáférhető a termék, és a Szingentás Farm programban egy jelentős kedvezménnyel is megvásárolható, különösen akkor, hogyha a Force Evo vásárlása összekötődik akár egy Lumax-szal, Elumix-Bengel, vagy valamilyen kukorica gyomírtóval. Tehát a Szingentás területi képviselő kollégákat, promóter kollégákat mindenki keresse ezzel kapcsolatban, jelentős kedvezményeket tudunk biztosítani ebbe az esetben. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a végén ennyit szerettem volna elmondani, és én úgy gondolom, hogy az idővel is elég jól gazdálkodtunk, és akkor visszaadnám Endrének a szót. Köszönöm. Akkor az utolsó kérdésünk lenne,
Mekkora kukorica területen érdekelné a forszevó? Kurzor mozgatásával ki tudja választani azt a számot, amire gondol. Zoli, érkezett még közben egy kérdés, hogy mikortól lesz elérhető készlet? Ez vonatkozik már idénre, vagy csak 2021-re? Le vagy némítva? Igen, köszönöm. Igen, igazából ez 21-ben lesz elérhető a termék, de voucher kupon lesz, tehát a területi képviselő kollégáknál lehet majd keresni úgymond ezt a FOSZ EVO-hoz köthető vouchert, és egy bizonyos határidő történő úgymond foglalás esetén még egy jelentősebb kedvezményt tudunk biztosítani, úgyhogy keressék ezzel kapcsolatban területi képviselő kollégákat. Köszönöm. Lehetőség van még egyébként kérdezni. Egy percet tudunk még várni, hogyha valakiben esetleg valamilyen kérdés megfogalmazódott, akkor továbbra is lent van egy Q&A nevezető ikon, hogyha arra rákattint, oda be tudja írni a kérdést, és az nálunk itt megjelenik a képernyőn, és tudunk választ adni. Úgy gondolom, hogy akkor ezek a kérdések majd később fognak jönni. Mi nagyon szépen köszönjük a Syngenta nevében, hogy részt vettek ezen a webináron. Kérjük, hogy keressék a területi képviselő kollégákat az ajánlatunkkal kapcsolatban, és mindenkinek szép estét kívánunk. Viszontlátásra! Köszönjük, viszontlátásra!